A parlagfő elleni küzdelem eredményei ugyan látszanak, ám az a tény, hogy Baranyában 74 hektáros terület még mindig fertőzött, bizonyítja, akad még tennivaló bőven. Vajon milyen eszközök állnak rendelkezésre, hogy kevesebb parlagfű legyen? Egyebek mellett erről is faggatjuk mai háttérműsorunk vendégeit. Dr. Weber Gabriellát, a Baranya megyei földhivatal vezetőjét, akit augusztus 1-ével neveztek ki a feladatra, és Ács Lászlót, a hivatal földbirtok politikai osztályvezetőjét. Arról is beszélgetünk, hogy miért van szüksége az ingatlan és földhasználati adatok változásainak bejelentésére, a telekalakítási engedélyezési eljárás során mi a tennivaló, és hogy az ingatlan ráépítés során milyen gondok adódhatnak, ha nem figyelünk. Köszöntöm vendégeinket a stúdióban. És köszöntjük. Először is a földhivatalok is ugye erőteljesen küzdenek a parlagfű ellen. Mi pontosan a földhivatalok feladata, illetve a törvények, szabályozások mennyiben segítik az önök munkáját? 2010-es évben az 5. szezonunkat kezdjük meg a parlagfű elleni közérdekű védekezésbe. Ez egy osztott hatáskörű közigazgatási eljárás, amiben a földhivatal a külterületek vonatkozásába felderítést végez. A felderítésünket korszerű technika támogatja, a légifotókat használjuk, műholdas felvételeket, GPS-t használunk a helyszíni felvételezéseknél, archiváljuk fotóanyaggal, és digitális formátumú jegyzőkönyvet készítünk, amit egy központi szerverre továbbítanak a kollégáim, és ezt követően erről a szerverről a mezőgazdasági szakigazgatási hivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága veszi le az adatokat, aki a kényszerintézkedést és a közérdekű intézkedéseket megteszik. Tehát a földhivatalnak felderítési jogköre van ebbe az eljárásban. Hogyan látják, hogy idén mennyire eredményes ez a küzdelem? A tapasztalataink azok, hogy évről évre javul a parlagfű elleni közérdekű védekezés hatékonysága. Rájöttek a földhasználók, hogy a hivatal megjelenik a területeken, megelőzik a kényszerintézkedés elrendelését. Az idei évről azért el kell mondani, hogy szélsőséges volt, rengeteg csapadék volt, ami hát magát a művelhetőségét a területeknek erősen befolyásolta, a növényvédelmi vegyszereknek a hatékonyságát sajnos sok esetben meggátolta. Tehát az idei évben azért megértve a gazdák helyzetét, inkább a nem termeléssel hasznosított területeken voltunk, hanem olyan elhanyagolt területeken, ahol azért nem művelték, mert hogy gyakorlatilag nem foglalkoztak a művelésükkel. Tehát megértettük a gazdák idei helyzetét. És a véleményem az, hogy egyre javul a helyzet, de még van feladatunk, amit ön mondott, a 74 hektár, az 2 héttel ezelőtti adat, ma reggel néztem a szervert, 140 hektár van, 74 parcellát találtunk, és a kollégáink a mai napon is kint vannak a területen. Ez az adat országos viszonylatban sok vagy kevés? Ez egy közepes érték. Tehát Baranya mind a Dél-Dunántúl egészen fertőzöttnek tekinthető, ugye az első parlagfüvet a múlt 120-as éveiben pont Somogy megyébe találták. Ez is egy amerikai szerzemény, mint oly sok minden ebben az országban. És hát azt kell mondanom, hogy ebbe a helyzetbe azért a középarányosságot tartjuk. Pest megye, a Bács megye és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye nevezhető erősen fertőzöttnek. Áttérve most a földhivatalok közvetlenül az ügyfelekkel kapcsolatos szolgáltatói munkájára, hogyan látják, javult ez az utóbbi időben? Igen, javult megítélésünk szerint, ezt az ügyfelek részéről a visszajelzésekből is észleljük. Sajnos ugye egyre kevesebb az ügyirat a válság következtében, viszont mindenhol kultúrát, ügyfélfogadó helyiségek várják az ügyfeleket, sorszámhívó rendszer segíti a sorbanállást, tehát az az írdatlan régi állapot, miszerint 3 napi hideg élelemmel kellett a földhivatalnál egy tulajdoni lap kiváltását hoz sorban állni, ezek az állapotok megszűntek, illetve ez összefüggésbe hozható azzal is, hogy egy hiteles tulajdoni lap ára idéntől 6250 forint, a nem hiteles tulajdoni lap megszűnt, tehát az ügyfelek bizony
bizony meggondolják, hogy kiváltsanak-e ilyet, és csak a hivatalos ügyintézéshez váltanak ki ilyet. Egyébként a betekintés, hogyha csak rá kívánnak tekinteni az ingatlannak az állapotára, az ingyenes, tehát azért nem kell fizetni. Illetve a csökkenés még azzal is összefüggésbe hozható, hogy sok felhasználó, közigazgatási szervek, egyéb hatóságok csatlakoztak a takarneten keresztül a földhivatali adatbázishoz, ezáltal szintén csökkent a földhivatalnál az adatszolgáltatás. Tehát az ügyfelek, a természetes személyek kultúrált körülmények között gyors kiszolgálásban részesülnek. Akkor, tehát javult ezek szerint a helyzet. Mi az, ami iránt, vagy ami miatt leginkább bosszankodnak mostanában, akik a földhivatal kerülnek kapcsolatba? Hát említettem, itt a díjak jelentősen emelkedtek, tehát egy hiteles tulajdoni lap másolatára 6250 forint, ezt kénytelenek kiváltani ugye hiteligényléshez, adásvételi szerződések megkötéséhez, mert az ügyvédek csak hiteles tulajdoni lap alapján írják a szerződéseket. A másik probléma még lehet, hogy általában ugye ügyvéd által ellenjegyzett okiratok, közokiratok alapján történik a tulajdonjogváltozás átvezetése az ingatlan nyilvántartásban, és előfordulhat, hogyha az okiratnak olyan alaki tartalmi hibája van, hogy hiánypotlást nem tesz lehetővé a jogszabály, hogy rögtön elutasításra kerül a kérelmezőnek a beadványa. Ez ugye azzal jár, hogy az új eljárás során kérhetik újból, tehát a tulajdonjogváltozás átvezetését, csak értelemszerűen itt újból le kell róni az igazgatási szolgáltatási díjat, ami általánosan 6600 forintot jelent ingatlanonként. Tehát úgy gondolom, ez okozhat bosszantást az ügyfelek részére. De a másik meg az, hogy nagyon gyakran elmulasztják az ügyfelek, és itt megragadnám az alkalmat, tehát hogy az adatváltozásnak a bejelentésére. Tehát amikor a lakcímük, nevük változik, akkor ezt elmulasztják bejelenteni, és ugye a régi, esetleg már nem létező lakcímre mennek ki a földhivatali értesítések, és akkor bosszankodik az ügyfél, hogy hát kérem, ő nem kapott értesítést. Tehát ezért fölhívnám a figyelmet, hogy igenis ez nagyon fontos. Egy sima, ennek az eljárása díja egyébként ingyenes, tehát ezért nem kell fizetni az ügyfélnek, tehát hogyha a lakcímnév változás van, egy formanyomtatványos kérelem kitöltésével ezt díjmentesen megtehetik az ingatlanügyi hatóságnál. Mit tesznek, vagy mit tehetnek önök, gondolok itt a törvény alapján, vagy jó indulattal, szakértelemmel, hogy minél több elégedett ügyfél távozzon az irodákból? Hát a kollégáim készségesen állnak az ügyfelek rendelkezésére, minden ügyfélfogadó helyiségben hirdető tábla található, ahol a naprakész információt jogszabályváltozásokról értesülnek az ügyfelek, illetve itt az internetes portálunkat említeném meg, a www.földhivatal.hu, illetve a takardet.hu, illetve a www.bmfh.hu internetes linkeket, ahol a jogszabályváltozásokról értesülnek az ügyfelek, a földhivatalhoz benyújtott nyomtatványos kérelmek is itt letölthetők, tehát minden fontosabb információt itt megtalálnak. Azon kívül minden, az összes körzeti földhivatalnál naponta van ügyfélfogadás, tehát reggel 8-tól délutánig várjuk az ügyfeleinket, igaz, hogy kedden, csütörtökön csak délig, de minden nap lehetőségük van, akinek földhivatali ügye van erre, ennek az intézésére. Tehát úgy gondolom, rugalmas a földhivatal hozzáállása, ügyfélbarát. Az előbb említette a változások bejelentésének a fontosságát. Az ingatlan ügyek, az ingatlan nyilvántartások világa az egy érdekes kérdés. Mire tudná ezzel kapcsolatban fölhívni, vagy mire tudnák ezzel kapcsolatban fölhívni a figyelmet? Hát említettem itt elsősorban, tehát az adatváltozás, hogy ebből milyen bonyodalmak származhatnak. A másik, hogy nem győzöm, többször hangsúlyoztuk már, tehát hogy aki ingatlant vásárol, nem elég a közhiteles ingatlan nyilvántartásban megtekinteni az ingatlannak a tulajdoni lapját, hanem minden esetben célszerű a térképi állományban is megtekinteni az ingatlant. Nagyon gyakran előfordul, hogy lakóépület van rajta a valóságban, és a térképi állapot, tulajdoni lap nem a valóságos állapotot tartalmazza. Tehát mindenképpen célszerű a tulajdoni lap mellett a térképi állapot megtekintése is. Azon kívül előfordulhat olyan eset is, hogy azt gondolják, hogy a valóságban egy helyrajzi számon szerepel az ingatlan, és közben kiderül, hogy több helyrajzi számon, és esetleg évek múltával derül ez ki, amikor sokkal nehezebb ennek a földhivatali rendezése. A jelzáloggal terhelt ingatlanokkal kapcsolatban van olyan probléma, hogy ha bár kifizették már, mégsem kerül le a tulajdoni lapról ez a jelzálog. Mit tehet, mit tesz a földhivatal?
Igen, ez is gyakran előfordul, tehát ügyfelek megtekintik a tulajdoni lapot, illetve eladásra kerül a sor, tehát valamilyen oknál fogva ugye kiderül ez, hogy már régen lejárt kölcsönről van szó, 10-20 évvel ezelőtt már visszafizetésre került a kölcsön. Na most itt megemlíteném, a földhivatal egy regisztratív hatóság, tehát a hozzá benyújtott kérelmek alapján intézi el az ügyeket. Itt nagyon gyakran, tehát a jelzálogjog törlése is a jelzálogjog jogosult pénzintézetnek a törlése kérelme alapján történhet. Na most, hogyha ezt a pénzintézet elmulasztotta, akkor utólag az ügyfél felkeresi az illető jelzálogjog jogosult pénzintézetet, kéri a törlési kérelmet, és egy nyomtatványos kérelem kitörtésével, valamint az igazgatási szolgáltatási díj befizetésével, ami jelzálogjog törlésnél 6600 forintot jelent, utólagosan is ezt megteheti. Tehát bármikor, hogyha ilyen előfordul, de egyébként a földhivatalnak tehát nem szólítja fel az ügyfeleket, mert erre nincs, tehát mi nem figyeltük az ingatlan tulajdoni lapját. Tehát az ügyfélnek kell erre odafigyelni és intézkednie, amennyiben a pénzintézet ezt elmulasztotta. Hogyha a jelzálog jogról volt már szó, akkor milyen összefüggés van a jelzálog jog, illetve a vételi jog között, hogy csak egy-két mondatban, hogyha ezt igen, ez egy elég hosszadalmas téma lehetne. Nagyon gyakran a pénzintézet, mint egy túlbiztosítékként a jelzálog jog bejegyzésével egyidejűleg vételi jogot is kért beegyeztetni az ingatlanra. Mint említettem, ez egy túlbiztosíték, mert ugyanis volt olyan jogszabályi lehetőség, illetve a vételi jog intézménye ezt jelenti, hogy amennyiben a jogosult él a vételi jogával, úgy egyoldalú nyilatkozattal megszerezheti az ingatlan tulajdonjogát. Na most nagyon gyakran élt is az illető pénzintézet ezzel, és így elúsztak ingatlanok, mert olyan szigorú feltételeket szabtak az illető pénzintézetek, hogy sokszor egy törlesztő részlet elmaradása esetén is ez ezzel járt. Na most idén lényegesen szigorodott ez a jogszabály. Egyébként megjegyezném, hogy az általános beadványok visszaesésével a vételi jog, jelzálog jog bejegyzése is jelentősen csökkent, tehát az utóbbi időben nem nagyon fordul ez elő. Illetve a szigorítás következtében, hogy 2010. január 1-től olyan szabály lépett életbe, miszerint semmis az a szerződés, amely az adósnak a lakóhelyére vonatkozólag kötik a vételi jogot. Na most ez azt jelenti a földhivatal részéről, ugye lehet az illető tulajdonosnak ideiglenes állandó lakcíme, hogy a földhivatal, amennyiben ilyen beadvány érkezik a földhivatalhoz, minden esetben a kérelmezőt nyilatkozattételre kell felszólítani, hogy milyen ingatlanról van szó. Mert ugyanis, hogyha ilyen ingatlan kerül végrehajtási jog tárgyává, ez sem is ez a szerződés, tehát el kell utasítani ezt a kérelmet. Illetve itt a jelzálogjog bejegyzése kapcsán megjegyezném, hogy azt hiszem, hogy pénteken jelent meg a magyar közlönyben az a jogszabályi tilalom, amit már egy sajtóban hallottunk, hogy deviza a kölcsönökre vonatkozólag nem történhet az ingatlan nyilvántartásban a jelzálogjog bejegyzése. Ez egy teljesen új rendelkezés. Említett az előbb fontos internetes elérhetőséget. Még egyszer, hogyha kiemelné, hogy melyek azok az oldalak, ahol ezt meg lehet tudni, illetve mi is tudunk a nézőkkel közölni néhány telefonszámot, illetve internetcímet, amin elérhetik önöket, és ahol utána lehet ennek nézni. A www.bmfh.hu, ez a Baranya megyének az internetes honlapja, tehát itt megtalálható az ügyfélfogadás rendje, a nyomtatványos kérelmek, tehát ez a megyei honlapunk, az országos internet címünk pedig a www.takarnet.hu, illetve a www.földhivatal.hu. Itt általánosan az ország valamennyi körzeti földhivatalának az adatait, nyilvántartási időpontját megtalálhatják az ügyfelek. Változott a telekalakítási eljárás, ennek mi a lényege? Igen, ez is egy új rendelkezés. A földhivatalok hatáskörébe került 2010. január 1-ével az ingatlan fekvése szerinti építésügyi hatóságtól a telekalakítási engedélyezési eljárás. Ez azt jelenti, hogy az ügyfelek a földhivatalnál kérhetik a telek megosztást, telekegyesítést, telekhatár rendezésre vonatkozó eljárás megindítását. Ennek a díja ingatlanonként 14 000 forint. Egyébként itt az eljárás során, mint szakhatóság, az építésügyi hatóság, illetve az ingatlan jellegéből kifolyólag egyéb hatóságok, bányakapitányság, tűzoltóság, természetvédelmi hivatal, mint szakhatóságok bevonásra kerülnek az engedélyezési eljárásban. Tehát ennyi az új, hogy ez korábban az építésügyi hatósághoz tartozott, idén a földhivatalhoz. A honlapunkon itt is a nyomtatványos kérelmek, meg az ezzel kapcsolatos bővebb információ az ügyfelek rendelkezésére áll. Az ingatlan ráépítéseknél is probléma lehet, hogyha valaki figyelmetlen esetleg? Igen, ez is egy érdekes kérdéskör a jelzálogjogban. Nagyon gyakran ugye a ráépítés tipikus esete, amikor fiatalok, szülők ingatlanára építenek.
Na most nagyon gyakran elkészült a ráépítés során megvalósult az épület, megkapják az ügyfelek a használatba vételi engedélyt, és elmulasztják a földhivatalnál ennek a térképi, illetve a tulajdoni jogi állapotának a rendezését, és később ugye összevesznek a felek, illetve van egy haláleset, és akkor ezt már nehezebb rendezni. Egyébként ráépítéssel eredeti tulajdonszerzés keletkezik, és amennyiben nincs beegyezve az illető tulajdonos, attól még fennáll a tulajdonjoga, úgynevezett ingatlan nyilvántartáson kívüli tulajdonosnak tekinthető, de mindenképpen célszerű, amennyiben megkapják az ügyfelek a használatba vételi engedélyt a kezükbe, rendezni ennek az ingatlannak a sorsát. Tehát ez azt jelenti, ennek van egy térképi vonzata, egy földmérési része, illetve egy ingatlan nyilvántartási része. Hogyha egy beépítetlen terület kerül beépítésre, illetve átépítésre egy meglévő terület, mindenképpen földmérő által készített vázrajzot kell hozzá készítetni. Ennek az ára körülbelül 30 000 forint plusz áfa, amennyiben a földmérő elkészítette ezt a vázrajzot, úgy a tulajdonjogot is kell rendezni. Na most ráépítés során közös tulajdon keletkezik, ugye a földterület tulajdonosa, illetve a ráépítő között, itt a tulajdoni arányokat a ráépítés előtt, illetve a ráépítés utáni érték alapján kell megállapítani. Ezt ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba, illetve közokiratba kell foglalni. És ez célszerű a ráépítéssel, amint a használatba vételi engedélyt megkapják az ügyfelek, ezt rendezni. Egyébként ez benne is van a használatba vételi engedélyben, hogyha figyelmesen elolvassák, hogy minél rövidebb időn belül intézkedni kell a feleknek, csak sajnos ezt nagyon gyakran elmulasztják. Ha már az ingatlanoknál tartunk, az ingatlanokról beszélünk, akkor az ingatlan forgalom visszaesése az érinti a földhivatalokat is, negatívan érinti a földhivatalokat. És ugye azt tudjuk, hogy a földhivatalok önfenntartóak, tehát költségvetési támogatást nem kapnak. Mit jelent ez az ő szempontjukból, az ő számukra? Igen, a földhivatalok helyzete a költségvetés vagy a közigazgatási szervek között egy sajátos rendszert foglal el, ugyanis önfinanszírozók lettünk. Az igazgatási szolgáltatási díjak befizetéséből, illetve a tulajdoni lapok árából, illetve az egyéb földmérési térképmásolatok árából gazdálkodik úgymond a földhivatal, sőt, emellett még állami befizetési kötelezettségünk is van. Sajnos a költségvetésünk, illetve ezt az előirányzatokat a 2008-as évhez lett meghatározva, ami egy jelentős még regresszió a válság előtt volt, és sajnos a múlt év, illetve az ez év se hozza ezeket a bevételeket, ami alapján nekünk ezeket az állami befizetési kötelezettségeinket teljesíteni kell. Sajnos ezt így mindig görgetjük magunk előtt. Most én itt nagy számokat nem akarok mondani, de a két hét óta, mióta kineveztek hivatalvezetőnek, már volt alkalma itt átnézni a pénzügyi dolgokat, tehát a lényeg, hogy a működőképességéhez a földhivatalnak körülbelül napi 4 millió forint bevételre lenne szükség, ez fele, ha kétharmada bejön, tehát nehézséggel küzdünk, ez szinte két hetente megy a főosztály felé, a Vidékfejlesztési Minisztérium felé, a felette szervünk felé ennek a jelentése, hogy bizony ilyen borotfa élen táncol a földhivatal, tehát sakkoznunk kell a befizetésekkel, kiadásokkal. Tehát ez eléggé megnehezíti a helyzetünket, ugyanakkor ugye állami feladatot látunk el, és mégsem költségvetésből gazdálkodunk. Tehát ez kicsit sajátos, és nagyon sokan nem tudják ezt. Említette a takarnet szót. Mit jelent ez, illetve mennyien használják? Mi a tapasztalatuk, hogy a földhivatal internetes szolgáltatásait mennyire kezdték el használni az emberek? Ez a takarnet nagyon elterjedt, említettem is a műsor elején, hogy ezáltal csökkent a földhivatalnál az ügyiratforgalom, ami megkönnyíti a kollégák munkáját. Ez azt jelenti, hogy az ország összes körzeti földhivatalának az adatbázisa összeköttetésre került, és hogyha például itt egy ügyfél a pécsi körzeti földhivatalhoz befárad, akkor nyugodtan egy debreceni ingatlannak a tulajdoni lapját kikérheti. Ennek a díja sem ugyanannyi a díja, tehát 6250 forint, mint a saját adatállományból lekért tulajdoni lapnak a díja. Azon kívül rengeteg hatóság, tehát a végrehajtók, közjegyzők, akiknek a munkájához kell a földhivatali adatbázisra szükség van, kötelező lett számukra téve a földhivatali adatbázishoz történő csatlakozás. Tehát ez is úgymond tehermentesíti a földhivatalt, illetve egyéb felhasználó ügyvédi irodák, bárki kérheti erre vonatkozólag a hozzáférési jogosultságot, ezt a Vidékfejlesztési Minisztériumhoz kell beadni, szintén az internetes portálról letölthető ez a nyomtatványos kérelem, és ők
ők engedélyezik a hozzáférési jogosultságot. Egyébként itt megjegyezném, hogy a földhivatal bizonyos időközönként ellenőrzi, hogy az illető hozzáférési jogosultsággal rendelkező szervek jogszerűen használják-e az adatbázist, ugyanis visszaélésre adhatok ott, tehát ezt nekünk a kollégáknak rendszeresen ellenőrizni kell. Tehát akkor ez a jelentőség ennek a Takarnet 24 elektronikus szolgáltatási rendszernek, vagy ez még ennél sokkal többet jelent? Ez egy kibővített változata a Takarnetnek, mind a nevében is benne van, a Takarnet 24 azt teszi lehetővé, hogy az ügyfelek a nap 24 órájában elektronikusan a kormányzati portálon keresztül, ügyfélkapun keresztül a földhivatali adatbázist használhatják. Ez a projekt 2009 év elején indult, szeptemberben várható a befejezése. Most jelenleg a projektnek a tesztelése folyik. Ez azt jelenti, hogy bárki, magánszemély, bárki az interneten keresztül kérhet le a földhivatali adatbázisból nem csak az illető egy ingatlannak a tulajdonmásolatát, hanem térképmásolatot és földhasználati nyilvántartásra vonatkozó adatot is lekérhet. Tehát ez nagy mértékben megkönnyíti az állampolgároknak az ez irányú érdeklődését és segíti. Ehhez kapcsolódik a földhivatal SMS szolgáltatása, az mit akar? Igen, az egy szűkebb körben érvényesül, nem nagyon ismerik az ügyfelek, illetve nem nagyon élnek ennek a lehetőségével, mert inkább a takarnetet veszik igénybe. Ez azt jelenti, hogy a földhivatal meghatározott díj befizetése ellenében egy évbe 4-5 alkalommal értesíti az érintett ingatlan tulajdonosát, hogyha az ingatlanára vonatkozólag valamilyen változás, beadvány érkezik, tehát úgymond széjegy kerül, és ilyenkor SMS-be vagy egy megadott e-mail címre értesítésre kerül az ügyfél, és akkor befáradhat, megnézheti, hogy milyen beadvány, de érdekes, ezzel nem nagyon élnek az ügyfelek, tehát úgy tudom, hogy múlt évben 2-3 ilyen szerződés megkötésére került sor. Én köszönöm szépen, hogy befáradtak a stúdióba, köszönöm, hogy válaszoltak a kérdéseinkre, nézőinknek pedig köszönöm a figyelmet, köszönjük, hogy velünk tartottak, viszontlátásra!